És üdvözlök mindenkit itt ebben a nagyon aranyos kis rokás sapkában a következő epizódban. Ha te nem láttad volna az előző részt, akkor kattints itt a fejem fölött, meg is tudod lesni. Abban amúgy elkezdtünk vándorolgatni, megtaláltuk ezt a gyönyörű kis völgyet, és itt pedig letelepettünk kényelmesen. Na de, elkezdtük ugyebár építeni a házat, meg ide egy ilyen kis kezdetleges veteményest, úgy ahogy megcsináltuk. Most pedig szeretném ebben a részben befejezni magát a vikilót, viszont még mielőtt itt nagyon belevágnánk, ott láttam egy emeráldot, amit amúgy nem tudom minek jegyeztem meg, mert nem fogom most kiszedni az emeráldot. Hát ugye a házhoz szükségünk lenne még üvegre, ugye, hogy megcsináljuk az üveget, és valaki írta a komment szekcióba, hogy tegyek ide a lépcsőre ilyen trapdoorokat. És nem értettem, hogy hogyan gondolja ezt a trapdooros mizériát, viszont utána megértettem, mint hogyha ez egy ilyen korlát lenne. Hát nem tudom, nem tudom. Jó, hát ez itt kijött. Hát fél, előbb van korlát a házon, mint sem ető, vagy felső szint. Égül is amúgy nem vészes, ez jól néz ki. Viszont még eléggé beesik az eső, úgyhogy azt mondom, hogy szépen szedjünk megint egy kis fát, de előtte azért megesszük a vacsit, nem igaz? Jó reggelt! És el is törött pont az utolsó farönknél, nézzétek meg a jó kis baltám, de hát igazából semmi gond, mert vasból még van egy csomó nálam. Hát lett amúgy 64 plusz 9 darab rönköcském, úgyhogy ezeket most át is kraftolnám én, hogyha nem haragszotok meg. Természetesen itt is élni fog a spórolásom, úgyhogy ezeket átkraftolom ilyen féllapokra, és ezekből fogok elkezdeni utána gazdálkodni okosan. Na most pedig szépen ezt ide fogom és lepakolom egyenként. No, hát a nappali el is készült, jöhet akkor a kis hálószobácska. A hálószoba is elkészült egy aprócska hibával, és akkor jöhet a raktár rész. Kész. Na, teljesen befettük a felső szintet. Ez majd egy ilyen padlásként fog funkcionálni, de szerintem még mielőtt itten rámugranának a szörnyek, mert itt most itt eléggé sötét van, így leteszünk ide egy fáklyát a biztonság kedvéért, és felül is le kéne valamennyire fáklyázgatni, viszont hát ide ugye a padlástér fog jönni, úgyhogy ehhez mérten kellene majdan kialakítani itt a szobákat. Hát ez nem volt egy egyszerű menet amúgy, egy csomó helyen nem úgy jöttek ki a lépések, ahogy én azt szerettem volna, és akkor most ide kell körbe pakolni a háznak a falát, szóval csak ennyivel lesz nagyobb igazándiból. Húha! Hát hello! Oké, én nem akarok bajt, pajtikáim. Én csak itt így el vagyok és építkezem. Nem akarok balhét, srácok, nem akarok balhét, jó? Légy szíves, ne támadjatok meg, mert bajok lesznek. Nagyon feszülnek rám amúgy. Most ez amúgy engem céloz? Ez engem most meg akar ölni? Nagyon remélem, hogy nem. Mindegy, azért eszek egy almát. Húha! Húha, bejöttek, betörtek a házamba, betörtek a vigyillóba, hát mivel érdemeltem én ezt ki? Olyan jól el voltam, hát nekik most miért kellett ide jönni, most elszintén? Tehát ezek most oda elmentek? Nincsenek már benne a házban? Ott vannak, arra elvándoroltak. Nagyon kedves tőlük, hogy amúgy így bekukkantottak hozzá. Lehet, hogy csak jöttek leellenőrizni, hogy minden rendben van-e a kégliben, nem? Tehát, hogy jöttek az ellenőrzés, tudjátok. Jött az ellenőrzés, hogy átnézze, hogy minden rendben van-e vele. Remélem vissza se jönnek. Na viszont ezt én úgy csináltam meg, hogy ide nem csináltam ablakokat, szóval azokat rakjuk már ide majd, hogy azért legyenek itt ablakok is. Amúgy én nem is akartam ekkora felső szintet csinálni. Miért nem szóltatok rám, hogy minek csinálok ekkora felső szintet? De minek nekem ekkora? Hát igazából tökre fölöslegesen építgetem. Viszont úgy nézem, hogy eléggé flamós lett a kis zsédavocska, úgyhogy mit szólnátok, hogyha egy keveset learatnánk ebből a kinőtt gabonából?
Jó, és akkor szépen ültessük el ezt a 30-valahányat. Oké, ennyit tudtunk elültetni. De legalább lett 16 darab kenyérkénk, a kenyérkéből pedig tudunk csinálni... Kenyérkénk búzánk lett, és búzából pedig tudunk csinálni kenyérkét. Finom pacimba való! Viszont ez így nem lesz jó, mert a gabonatermésünk rendkívül lassan nő, és ott fönt látok malacot. Valahogy be kéne fognunk a malackákat. Olyan jó lenne, hogyha lenne itt répácska, vagy valami, amivel befoghatnánk őket, és akkor lenne itt egy ilyen állatkarám valahol itt ezen a részen. Viszont most ugye ott tartunk, hogy még mindig a fáért megy a küzdelem, hiszen be kellene fejeznünk a házat. Na, hát megvan ez a felső szint itt úgy, ahogy. Itt lesz a parti szoba, vagy igazából ötletem sincsen még, hogy mi legyen itt, de az biztos, hogy ide teljesen más szoba. Tudjátok, mi lesz itt? Rájöttem, sztornó minden. Itt lesznek a vendégszobák. Hogyha jönnek hozzám vendégek a szerverről, akkor itt tudom majd őket elszállásolni. Lehet, hogy ki kéne építeni valami helyet az állatoknak, hogy legalább ők is szaporodgathassanak, amíg én itt dolgozgatok a házon. Többen is mondtátok nekem, hogy építsek ide valahova, vagy hát arra, amerre nézek, egy ilyen kis várfal kapuszerűséget. Hát ezt meg is akarom tenni, de előtte olyan ötletem támad, hogyha már úgyis itt vagyunk ebben a veremben, és gyorsan hazamegyek, még mielőtt itt valami megölne hátulról. Szóval, hogy még mielőtt itt azt megcsinálnám, előtte be kéne fejeznünk a házat mindenképpen. Továbbá szeretnék egy ilyen körbefáklyázást tenni így a hegyvonulat köré, ami így körbeölel minket. Hagy utassam meg nektek, hogy megnőttek az első dinnyeink! Woohoo! De jó, szedjük is le! Végre el is készült a jó kis Bless furnác, és akkor ebben pedig kipöffinthetjük a vasainkat gyorsas ütemességgel. Ó, most hogy beindult ez a dinnyetermelés? Hát oda nézzetek már, mennyi van itt belőle. Vágjunk még egy kis fát, mert még fa az sosem lesz elég nekünk, amennyi kelleni fog a ház befejezéséhez. Ugyanis most már tényleg el kéne kezdeni befedni a tetőt. Na most, hogy egy kicsit megritkítottuk az erdőt, szerintem folytassuk is a munkát. Megyek, és ezt itt, azt az egészet be fogom fedni, ami nem lesz egy kis móka. És kész! Oké, nagyon jó, és most pedig rohadt gyors ütembe fáklyázzunk szerintem, mert egyszer csak leszponolnak nekem a szörnyek, akkor az egész munkám odavész, úgyhogy azt nem szeretném, úgyhogy gyorsan ki is fáklyázom. Már csak a háztetőt kellene megépíteni, de hogy a háztető milyen blokkból legyen, az még egy nagyon jó kérdés, mert ne legyen szerintem ugyanolyanból, mint amiből itt minden van, tehát ne legyen fából, hanem valami másból kéne lennie. Csinálok gyorsan egy ilyen szorgalmi utat magamnak ide kintre. Valahogy meg kéne ezt jól oldani, hogy jól nézzen ki ez a háztető. Ami nem lesz egy egyszerű dolog, léve, hogy egy ilyen nagyon amorf formájú házat építettem. Fogalmam sincs, hogy ez hogy lehetne úgy megcsinálni, mert ez itt szerintem nagyon hosszú lesz. Még gondolkozom rajta, de szerintem megvan a megoldás. Hú, azért lehet jobban jártam volna tényleg egy egyszerűbb házikóval, de most nem, most őszintén. Hát zsír, ezzel is elkészültünk. Tegyünk ide ilyen kis kukucskáló ablakokat, ahova tudunk. Még nem készültünk el, várjál, mert itt van egy nagy rész, ami itt tök csupasz. És ez itt nincs megcsinálva. Nem tudom, ez itt egy erkély lesz. Fogalmam sincs, akinek van ötlete, hogy mit tegyünk ide, az majd írja meg kommentbe. És akkor jöhet rá a cserépcsecső, tetőcseréptető, ami nem lesz olyan egyszerű, ugyanis azt úgy gondoltam, hogy cobblestone-ból csinálnák, cobblestone-ból, dehogy is, hanem ilyen kőből, várjam, ilyennek a neve, stone brick. Csak hogy még többet szenvedhessek, stone brickből fogjuk megcsinálni. Viszont ehhez készítek vagy három csákányt, így né.
Jó, és akkor a maradék vasat pedig leteszem még mielőtt itt elveszteném. Várjunk, hogyha csinálnék egy stone cuttert. Na ezzel kicsit talán gyorsabban mehet ez a meló. Ezt is ide letesszük. És akkor elvileg ezzel négyet meg is csináltunk. Zsír! Hát ez nagyon lassú folyamat lesz, srácok. Most már kinézek erre is, hogy mi van itt, mert érdekelt már oly régóta. Ó, ott lesz homok. Nagyon jó, akkor üveget onnan tudunk majd bányászni. Szóval oda elmegyünk, és akkor onnan szerzünk majd homokot, és homokból pedig lesz majd üvegünk. Szerintem, hogyha valahova kaput kéne majd csinálni, akkor az itt lesz, de ez még nagyon a jövő zenéje lesz, ugyanis mire ezt itt be tudom majd falazni, hát az egy egész élet lesz szerintem. Vagy legalábbis nem két pillanat alatt fogok tudni annyi mindent kibányászni. Most viszont, ugye, követ kell majd bányásznunk azért, hogy meglegyen a háztetőre a cserép. És még szerintem itt az oldalait is majd ki kéne cserélni fára. Mindegy, mert hegyke kis házikó lesz. Szerintem így ebbe a második részbe ennyi fért bele. Ha nektek tetszik ez a sorozat, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírásra, és ott szerezhetőek be ezek a nagyon menő pixeles és zsédos cuccok. Továbbá a sapkát is jó, hogyha siettek, ugyanis már csak 10x darab van belőle, és azt a zsédav.shop címen találjátok, és tudjátok beszerezni magatoknak. Köszi szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!